marad le semmiről. 8 perc múlva lesz 8:45. Orbán Viktor tegnap nagyon kemény beszédet mondott a parlamentben. A párizsi támadást értékelve sok mindent újra fogalmazott, és sok mindent keményen fogalmazott. Például azt mondta többik között, hogy rendszerszerű hiba, ami az európai értelmiség torz gondolkodásából fakad, szabályos öngyilkos európai értelmiségi hajlam, magunk szállítunk be mindenféle ellenőrzés nélkül embereket a háborús övezetekből a saját békés hátországunkba, és ehhez hasonlókat mondott, de hát korábbi álláspontját tulajdonképpen csak megerősítette, hogy nem megoldás, ha befogadjuk a menekülteket, bárhonnan is jönnek. Itt van velem Böcskei Balázs politikai elemző. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Két dolog szerintem, hogy mennyi a valóságtartalma annak, amit a miniszterelnök mond, és egy másik dolog az, hogy egyre jobban őt igazolja a közvéleményben kialakuló álláspont Európa szerte. Ön hogy látja? Hát ebben a mind a kettő feltételezéssel azért vitatkoznék. Elsősorban a európai közvéleménynek, hogy mi az álláspontja, azt nem tudjuk. Azt nem látni azokat a nagy, minden országra kiterjedő mintákat, illetve az Európai Barométerben, igen, azt pedig nem Orbán Viktort igazolja, amelyek azt mondanák, hogy igazából hogy ilyen mértékben jobbra tolódott volna, de legalábbis kevésbé nyitottá válna az európai közvélemény, mint amennyit egyébként Orbán Viktor, ahogyan interpretálja. Kétségkívül egy félelem, kétségkívül egy szorongás, megértés annak, ami történt. De az, hogy Orbán Viktor mainstream állásponton lenne, illetve ő lenne, aki tulajdonképpen fújja a passzát, szerint az nem igaz, hogyha a tegnapi híreket nézzük, akkor is azt látjuk, hogy inkább egy többszörösen megosztott Európáról beszélünk, van, aki a kerítés és kvótapárti, van, aki kvótapárti, van, aki csak kerítéspárti, tehát inkább egy ilyen teljesen dezintegrálott európai álláspont, ha nincs sem, hogy Orbán Viktor lenne a mainstream. Ez az egyik álláspont. A másik álláspont pedig az, hogy amiről Orbán Viktor beszél, az nagyjából annyiban felel meg a valóságnak, hogyha elfogadjuk, hogy minden ma kezdődött, vagy minden péntekkel kezdődött. 2001. szeptember 11-e óta, ez egy szimbolikus dátum, hogy nem kell mondani, hogy miért. Egészen megváltozott a globális terrorizmusnak a lokalitása, a fellépése. Az, ami Párizsban történt, az tulajdonképpen történhetett volna 2015. novemberét megelőzően, és hogy ez történt egyébként 2015. januárjában szintén Párizsban, tehát szerintem a globális terrorizmus egy olyan megjelenésről beszélünk, ami kétségkívül radikális iszlamistákhoz kötődik, mind sem a menekült kérdéshez kötődik. Ennyiben Orbán Viktor szavai meghosszabbítása a korábbi mondatainak, tehát sok újdonság nincsen, ahogy ön is fogalmazott, egyértelműen következik a korábbi kommunikációból, még inkább szélsőségesé válik, különösen úgy, hogy a Jobbik, de a tegnapi parlamenti felszólásaik alkalmával kétségkívül nem egy alternatív álláspontra helyezkedett, hanem megint a Jobbik-Fidesz hát retorikai nagy koalícióról kellett, hogy beszéljünk. Igen, csak az, hogy egybeesik a menekült hullám, és annak egyre kevésbé megoldható konfliktus halmaza ezzel a borzalmas merénylettel, és hogy ezt a merényletet az iszlám állam követte el, ott szervezték meg, ahonnan a menekültek jönnek, egy kicsit közelebb hozza a valós veszélyt, nem? Hát így van, hogy ennyiben ugye értelmeztem a kérdést és a felvetést, hogy hol lehet igazából Orbán Viktornak igaza, de hogyha még inkább egy kicsit kapalgatjuk, már pedig szükséges, akkor ugye Szíriában tervelik ki, Belgiumban rakják össze a projektet, a tervet, már bocsánat, hogy így fogalmazok, és Párizsban vitelezik ki. Tehát ebben az értelemben megint csak én a globalitás jellegét szeretném ez ügyben hangsúlyozni. Az, hogy egyébként megindult a nyugat-európai ország, illetve Szíria közötti export-import már, ami a terroristákat illeti, ebben szerintem semmiféle új jelenség, ez sem a menekült áradattal kezdődött el, hanem egy hosszú folyamat. Amiről lenne is utal, hogy kétségkívül Orbán Viktor annyiban előnyben van, hogy aki azon az állásponton van, hogy ez nem új jelenség, hanem itt a nyugat-európai társadalomban már a gócpontokban létező jelenségnek a megnyilvánulása kétségkívül nehezebb helyzetben van, hiszen most minden vizualizálódik, most minden látható, ha úgy tetszik, Orbán Viktornak egyértelműben van igaza, mint azoknak, akik ennek a dolognak a komplexebb jellegére akarnak rávilágítani. Azért azt megállapíthatjuk, ha nem lenne a menekült hullám, mint egy korábban sem volt, ugyanilyen merényleteket megszerveztek korábban is, és ezt a Párizsit is meg tudták volna csinálni, anélkül is, hogy itt jöttek volna a menekültek. Így van, hát 2001 után ott volt a szimbolikus értelemben, ugye Madrid, ott volt London, ott van a Charlie Hebdo ügy, tehát valóban, és egyébként ahogy tegnap láttuk a francia, a német hatóságok pillanatok alatt léptek föl, tehát hogyha az állam
tud, akkor a legény útnak gondolt európai államok pillanatokat tudtak eredményt produkálni, és lekapcsoltak jó pár ember, akik ott vannak a nemzetbiztonságnak a célkeresztjében. Tehát ezekkel a gócpontokkal, ezekkel a potenciális terrorista merényletekkel, veszélyekkel, menekült bevándorlás hullám ellenére vagy sem, vagy azon túlmenően is együtt kell élnünk, ehhez kell hozzászokni az európai közvéleménynek, hogy vannak olyan hát nagyon kis társaságról beszélünk, hiszen ha arról beszélünk, hogy 6 millió muzulmán él Franciaországban, és ebből 3000, ami a radikalizmusra hajlamos, akkor azt mondjuk, hogy bár egy kisebbség, ez a kisebbség, kétségkívül nem fogadja el a mi kultúránkat, és együtt kell élnünk a veszélyeztetettség, a szorongásnak a tudatával. Böcskei Balázs politikai jellemző, köszönöm szépen, viszont hallásra.